Az idei év első burgonyáit ültetik Gyulatanyán ebben a mintagazdaságban, ahol összesen 38 különböző burgonyafajtát termelnek. Augustinyi András azt mondta, a tavalyi év termés szempontjából jó volt, mivel elegendő csapadék hullott, szemben a tavaly előtti esztendővel, amikor történelmi mértékű aszály sújtotta a mezőgazdaságot. Az idei év nem indult rosszul, de tartogathat még meglepetéseket. Ebben az évben ugye most egy jó egy hónappal előrébb járunk időjárás szempontjából, mert még ilyenre 44 év vagyok a pályán, de hogy februárban ilyen 15-20 fokos hőmérséklet legyen két héten keresztül, ilyenre még nem emlékszem. A tavalyi csapadék mennyiség viszont az idejében januárban itt 31 mm volt Gyulatanyán, februárban pedig 8 mm, tehát ez most elég kevés, de van bőven csapadék a földeken, tehát a talaj ez raktározott, úgyhogy reméljük, hogy ebben az évben ezzel nem lesz gond, bár még nagyon-nagyon hosszú ugye, nyár, hogy milyen időjárás, mert ugye most az El Niño-t mondják ezt a melegedést, hogy melegebb lesz, illetve nem lesz olyan csapadékosabb, mint a tavaly. Hát ez mondjuk ez várható, hogy nem lesz olyan, mert tavaly rendkívül is sok csapadék volt így Gyulatanyán is, illetve országosan. A szakember hozzátette, a klímaváltozás hatásai a burgonya termelésben is érezhetőek, amelyre az öntözés mellett más megoldásokkal is próbálkoznak. A klímaváltozás sajnos a burgonyán a nagyon érezhető hatását, mivel a burgonya 25 Celsiuson felül már nem érzi jól magát, és a tavalyi, illetve az előző években sajnos bőven volt, hogy 30-35 fokon felüli hőmérséklet. Ez lenne az egyik, a másik pedig ez az iszonyatos UV-sugárzás, ami szintén nem csak a burgonyát, hanem ez kukoricától kezdve minden növény megsínli, úgyhogy ez ellen nagyon-nagyon nehéz védekezni, bár most ebben az évben kísérletben be van állítva az egyik cégnek, hogy lepermetezzük, és akkor ez fogja verni a napsugarakat. Tavaly már kipróbáltuk, és nagyon-nagyon jó kísérleti eredményt tapasztaltunk. Augustinyi András úgy véli, öntözés nélkül ma már nagyon kockázatos burgonyát termelni, különösen a kötődés időszakában. A burgonya termelés hektáronkénti bekerülési költsége közel 1,5 millió forintba kerül. A magyar piacokon a lengyel burgonya jelenti a legnagyobb konkurenciát a hazai termelők számára. A kormány célkitűzése szerint a jelenlegi mintegy 8000 hektáros termőterületen 2030-ra a burgonya termesztés szempontjából önellátóvá kellene válni a Magyarországnak, ami azt jelenteni, hogy éves szinten mintegy 200 000 tonna burgonyát lehetne betakarítani.